Az Albert Flórián a császár nevével fémjelzett nosztalgia vonat ma gördül ki először a nyugati pályaudvarból. A cél ma Veresegyháza, ahol a színész újságíró válogatott kiegészítve két kiváló válogatott labdarúgóval, Veresegyháza öreg csapatával fog megmérkőzni. Az egész napos rendezvény reméljük jól fog sikerülni, hiszen nem csak mérkőzés lesz, hanem baráti találkozó, valamint a medveparkot is meg fogják látogatni a résztvevők. A nosztalgia vonat tehát megkezdi az útját, amely reméljük sikeres lesz Magyarország, illetve Európa szerte. Mindig külön öröm számomra, amikor ilyen eseményeken vehetek részt. Ugye, ha körbenézünk Királyi Váróban, akkor én azt gondolom, hogy méltó helyszíne ennek az étkezőkocsinak a felavatására. Albert Flórián beceneve a császár volt, és most itt a Királyi Váróban én azt gondolom, hogy megfelelő helyen avatjuk fel ezt az étkezőkocsit. Ugye a Mávstar ZRT számára nagyon fontos, hogy minden területen szolgáltatás fejlesztést hajtson végre. És én azt gondolom, hogy ez nem csak számunkra a Mávstar ZRT-nek, hanem az egész MÁV csoportnak egy kiemelkedően fontos célja, és ezért támogattuk mi is, és ezért vettük nagy örömmel, amikor a Nosztalgia Kft. Elindította ezt a kezdeményezést, és hát ezelőtt jó egy évvel belefogott ebbe a munkába. Én nagyon bízom benne, hogy majd a valóságban, amikor látjuk ezt a kocsit, akkor vissza fog igazolódni a munka, és tényleg látni fogjuk ennek a gyümölcsét és eredményét. Ugye a mai napon egy kis útra indul ez a külön vonat Veresegyházra, de a közeljövőben Szabadkára fog közlekedni, és hát nagyon bízunk benne, hogy a Nosztalgia Kft. Az elkövetkezendő időben minél jobban ki fogja tudni használni ezt a kocsit, és minél több külön járatba fogja tudni szerepeltetni. Ugye sok vasútbarát fényképekért szokott jelentkezni nálunk, ugye a aranycsapatos Taurus mozdonyunk most már egy jó ideje járja az országot és hát a régiót emléket állítva az aranycsapatnak. Én azt gondolom, hogy a császárról elnevezett étkezőkocsi és hasonló pozitív fogadtatásban fog részesülni a vasútbarátok részéről. Azt ne felejtsük el, hogy nem csak mint sportember, hanem mint a Fradi családnak a vezetője, a családfő mindig is közöttünk lesz. Hát most a sport érdemeit nem szeretném felsorolni, mert ahhoz nagyon rövid az idő. A magyar klubfutball legnagyobb siker és Albert Flórián nevéhez kapcsolódik, ugyanis 1965-ben a Ferencváros megnyerte a VVK-t, ami ugye utána UEFA kupa lett, most pedig Európa Liga. Tehát akkor a döntőben, Torinóban megverték Albert Flóriék a Juventus-t, édesapám is tagja volt ennek a csapatnak, Rákosi Gyula bácsival, Szűcs Rölös bácsival, nem tudom, itt vannak, előbb láttam. És hát most elég messze vagyunk ettől, valljuk be. Talán egy jó útra álltunk rá, és elindultunk a célunk felé. A célunk az az, hogy Európa középmezőnyéből visszavezessük a Ferencvárost. Ez még egy hosszú út, de mindenféleképpen szükség van arra, hogy visszatekintsük időnként a múltra, és erőt merítsünk a múltból. És példát mutassunk azoknak a gyerekeknek, akik megtisztelnek minket azzal, hogy a Ferencvárost választották, és nálunk játszanak az utánpótlás csapatokban. Ugyanis az él csapat, tehát a nagy csapat az egy dolog, a profi csapat. Természetesen ott eredményeket kell elérnünk, és hát nagyon sokat kell ezért dolgozni. De a legfontosabb az, hogy azért nálunk több száz gyerek futballozik, és most csak a futballról beszélek. És az természetesen ebből a több száz gyerekből egy, vagy kettő, vagy három, vagy öt lesz, aki mondjuk eljut olyan szintre, hogy az első csapatban játszani tud, vagy olyan esetleg tovább lép még egy külföldi nagy csapatba. Kívánom, hogy így legyen. De ott van a többi gyerek, és ők nagyon-nagyon fontosak, és őnekik vissza kell időnként tekinteni a múltra, erőt kell meríteni az olyan játékosokból, mint amilyen Albert Flórián volt. Őnekik nagyon fontos az, hogy egy olyan környezetben legyenek, egy olyan eszmeiségben legyenek, amit Albert Flórián ránk hagyott. És mi szoktuk mondani a Gáborral, a Kubató Gáborral, hogy nekünk az elsődleges szerepünk az, hogy gyermeklelkeket mentsünk. Tehát ezek a gyerekek ezek ne az utcán kóboroljanak, hanem egy jó közösségben legyenek, és tényleg abban a szellemben nőjenek fel, amit Albert Flórián is képviselt.
Úgyhogy én szeretném megköszönni mindenkinek, akinek szerepe volt abban, hogy ez az emlékvonat létrejöhetett, mert én úgy gondolom, hogy ez is egy eszköze annak, hogy az ő szellemiségét továbbítsuk a gyerekek felé. Nagyon szépen köszönöm. Flóriról nem lehet megindulás nélkül beszélni. Azért is fontos számunkra ő, mert ő végig itt töltötte a sportpályafutását, itt lett nagy játékos, itt lett elismert játékos, és hát nem utoljára egyetlen aranylabdás magyar futballista. Ilyenek társaságában, mint Bobby Charlton, vagy George Best, de mehetünk visszafelé, Di Stefano, hogy tájunk meg egy fél pillanatra, mert ugye éppen a napokban ment el, vagy Kopa, hogy még visszamenjünk az időben. Flóri a miénk, és ha valaki azt mondta, hogy Flóri, akkor mindenki tudta ezelőtt 10-20-30-50 évvel is, hogy hát 50-re talán még nem, hogy kiről van szó. És az egész világon bármerre megyünk, már nem csak Puskás létezik, hanem Albert is létezik, a mi Flóring, az aranyadlás Flóring. Azt gondolom, hogy méltóképpen szeretnénk emlékezni rá, és az emlékét megőrizni, és a család kérése is az volt, egyetlen kérése volt igazából, hogy méltó emléket állítsunk neki. És ezért találtuk ki a MÁV nosztalgiával közösen, hogy a legméltóbb az, hogyha egy olyan szerelvényt állítunk össze, és elnevezzük róla, ami körbejárja a magyar lakta területeket a határon túl, és szerencsére nagy öröm, mindenhol örömmel és boldogan fogadták. Szabadkától Pozsonyon át Komárnóig. Ez egy olyan alkalom, azt gondolom, ami nagyon ritkán fordul elő. Engedjék meg, hogy egy kicsit vasútoldalról, illetve üzleti oldalról közelítsem meg ezt a dolgot. Ezt a járművet a 70-es évek közepén építették a kelet-németországi Bautzenbe. Ettől kezdve az utasellátó szolgálatába állt ez az étkezőkocsi, és egy-másfél évvel ezelőtt vásárolta meg a Kft. Abból a célból, hogy ebből egy nosztalgia célra alkalmas járművet fog előállítani. Kint megnézhetik a produktumot, én azt gondolom, hogy egy ragyogó teljesítmény alapján egy nagyon jó járművet sikerült létrehozni. Itt köszönetet kell mondani Szendrei Andrásnak, a Kft. Korábbi igazgatójának, aki az elmúlt 20 évben szinte minden évben tudott valami újdonságot hozni, mindig elő tudott venni egy olyan járművet, amiről sokan már lemondtak, sokszor már leselejteztük a járműveket, ő elővette, felújította, és ezek a járművek alkotják jelenleg is a Nosztalgia járműparkját, és hát akik ismerik ennek a Kft.-nek a működését, azok látják, hogy milyen szép teljesítményeket tudtak az elmúlt években is felmutatni. Nosztalgia járművek felújítás azonban nem egy emberre múlik, hanem a tervezőcsapatot is dicsérnünk kell, illetve azoknak a szakembereknek a példamutató munkáját, akik ez alatt, a rövid idő alatt, 7 nappal át éve alakították ezt a járművet, és tényleg olyan lett, ami hát nemzetközileg is elfogadott és elismert lesz. Nagyon örülünk a névválasztás lehetőségének. Sokat gondolkodtak a kollégák azon, hogy milyen elnevezése legyen a kocsinak, és hát Albert Flóriánnak a neve pedig hát egy, hogy azt mondjam, ötös a lotton ilyen szempontból, mert ismerik hazánkban, ismerik külföldön, és egy olyan példaértékű sportoló, akire felnéznek a fiatalok, felnéznek az idősek, akik látták a játékát. Azok is elismerik, akik nem látták, csak filmről ismerték meg, azok pedig csodálkoznak, hogy ilyen technikai képességű futballistáink voltak korábban. Köszönöm a családnak, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy Albert Flóriánnak a nevét használjuk. Elnézést a kifejezésére nem használjuk, hanem inkább ezt a kocsit ékesítjük az ő nevével. És biztosították azokat a lehetőségeket, amikre tulajdonképpen korábban nem is számoltunk, az, hogy fotóanyagot, filmanyagot biztosítottak, olyan tárgyi lehetőségeket bemutatására lesz módunk, amelyeket a nagy közönség talán még nem is látott, vagy csak nagyon kevesen fértek hozzá ezeknek a tárgyaknak a megtekintéséhez. Köszönjük még egyszer a családnak, illetve az örökösöknek, hogy biztosították számunkra ezt a lehetőséget. Célunk az, hogy az Albert örökséget tovább vigyük, minél több embernek megmutassuk, és azt gondolom, hogy erre lesz lehetőség. Hála Istennek abban a szerencsés helyzetben van a színész válogatott jó pár tagja, hogy személyes kapcsolata
lehetett Albert Flóriánnal. Vele együtt lenni is nagy öröm volt. Sajnos azt mi már nem élhettük meg, hogy együtt futballozhattunk volna vele, de azért a színész újságíró válogatottnak van egy sikertörténet a Népstadionban rendezett szúrok hosszú éveken keresztül, ahol Flóri mindig ott volt és velünk volt. És milyen érdekes, szerintem nem csak a színész világ, hanem az újságíró világ is, és a sportvilága, hogy mi, ha így nézzük, egy közös család vagyunk, hisz nagyon sok kapcsolódási pontot lehet találni az életünkben, és nagyon sok barátság szövődik színészek, újságírók, sportolók között, aminek én személy szerint nagyon örülök. Bár jó magam a Vasas családhoz tartozom, de ennek ellenére nagyon sok kedves barátom van a Fradi családból. Fog kinézni ez a csapat most? Színész újságíró, vegyes csapat játszik a helyi öreg fiúk ellen, és ide kaptam én is meghívást. Van valami ambícióda, vagy az újságírás, vagy pedig a színészet felé ezek szerint? Nem hiszem, lehet, hogy abban adott az apropó is, hogy én Veresegyházán volt az utolsó csapatom NB3-ban, ahol játszottam, úgyhogy lehet innen a kötődés. Akkor de ettől függetlenül nem fogsz leigazolni a Veresegyházához? Nem, hát már aktívan abbahagytam, öreg fiúkban játszom, igazoltam már csak. Voltál már ilyen típusú kocsiban? Ilyen típus nosztalgia kocsiban még nem, úgyhogy ez számomra is újdonság. Első alkalommal látható egy ilyen társaság együtt itt ezen a vonaton. Milyen érzés ilyen csapattal együtt ülni? Nagyon jó. Ha ennyi elég, akkor elég. Ha egy kicsit bővebben kívánja, akkor azt kell mondani, ez egy olyan alkalom, ami egy visszanemtérő alkalom. Ilyen többet nem lesz egész biztos. Annak érdekében, hogy ez a kocsi elkészüljön, ez a kocsi ilyen felszereltségű legyen, és ilyen tárgyakat, képeket, filmeket be lehessen mutatni, hát ez egy olyan alkalom, ami még egyszer nem fog előfordulni. Mi nagyon örülünk, hogy Albert Flóriánnak az örökösei támogatták ezt a kezdeményezésünket, mi pedig azon vagyunk, hogy nem csak országon belül, hanem országon kívül is be tudjuk mutatni ezt a járművet. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy ez a nosztalgia parkunknak egy részét képezi. Tehát a nosztalgia vonatoknak egy része ez az étkezőkocsi, és mi nagyon bízunk benne, hogy országvilág meg fogja előbb-utóbb ismerni ezt a járművet. Ezen keresztül pedig Albert Flóriánnak az emberi dolgaira is jobban rá fogunk tudni mutatni. Albert Flórián emlékét kellőképpen fogja ez a kocsi, ez az Albert vonat ápolni? Igen, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon megtisztelő dolog. És én Flóri bácsi gyerekkorom óta ismertem, hogy apuval együtt játszottak, és nagyon-nagyon örülök, hogy ő rá esett a választás, mert ő tényleg az a sportoló, aki Magyarországon, külföldön egyaránt ismert, és nagyon jó hírünket fogja vinni. Hogy sikerült összehozni ezt a fajta válogatottat? Hát először nagyon örülök annak, hogy a MÁV, a Ferencváros és az Albert Alapítvány és a család partner volt ahhoz az ötlethez, amit kitaláltunk itt közösen. Nem volt nehéz, mert nem csak Karcsiék, a színészvilágotottal 1000 éves jó kapcsolatunk van. Rögtön belementek ebbe a különleges játékba, ami tényleg soha nem volt még. Lehet, hogy jövőben majd csinálunk még ilyeneket, hogy egy csapatban játszanak a színészek, újságírók, és két olyan fradista, aki azt mondta, tényleg ikon volt az Üllői úton, Zúria Csöppi és Telek Andris, vagy Telek Manci másképpen. Én azt gondolom, hogy izgalmas, nekünk is érdekes lesz, hogy nem játszunk egymással, rengeteget játszottunk már, de hogy jövünk ki egymással a pályán, biztos jó szerintem, és győzelemre játszunk mindenképpen. Mihez kötődik jobban? A Ferencvároshoz, a focihoz általában, vagy pedig ehhez az egészhez? Hát hivatásomnál fogva azt gondolom, hogy a Vasúthoz elsősorban, és csak másodszorban a focihoz és a Ferencvároshoz, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos része annak a kezdeményezésnek, amit a MÁV Nosztalgia Kft. Most már jó pár éve elkezdett, hogy tényleg az utazást olyan élménnyé tenni, ami valami pluszt ad ahhoz képest, mint hogyha az ember csak simán beül az autójába és elmegy A-ból B-be, tehát hogy hát, ha megnézzük ezt az étkezőkocsit, én azt gondolom, hogy itt tényleg gasztronómia élményektől dúsítva, hát mondjuk itt elfogyasztani egy ebédet, az nem mindennapi élmény, és tényleg ezzel próbáljuk az utazás perceit tényleg varázslatosra és élményszerűvé tenni. Ilyen aranycipő és aranylabda mellett milyen érzés mondjuk egy meccset kommentálni, vagy milyen lehetett? Mert azért magyar meccseket neked nem sikerült annak idején ilyen színvonulakat kommentálni. Ha eleve itt állok és ezeket az erekéket látom, akkor eleve eltörpülök, pedig nem vagyok egy égi meszelő amúgy sem. Nehéz
feladat, mert pont Szepesi Gyuri bácsival a múltkor közvetve beszélgettünk, kommunikáltunk arról, hogy mit jelent egy gólöröm mondjuk egy világbajnokságon 2014-ben, és mondjuk mit jelentett akkor, amikor ő a magyar sikereket kommentálhatta. Úgyhogy számomra felfoghatatlan. Egyelőre a futball szeretete az, ami bennünk lobog, na meg ezek az emlékek, amiket láthatunk. Egy kommentátornak, ugye a magyar meccseket viszont elég gyakran te kommentálod, illetve utána csináljátok azt a műsort, amelyben elemzitek a meccseket. Hogyan tudtál volna egy Ferencváros meccset kommentálni, mondjuk akkor, amikor a Bajnokok Ligájában elől meneteltek, és hát hihetetlen eredményeket értek még el? Nehéz megmondani, hogy mit tettem volna akkor, amikor Albert Flórián még ott volt a pályán. Az biztos, hogy nekem nagyon sok beszélgetésem, sőt néha vitám van azokkal, akik mondjuk Albertet látták futballozni, vagy azt a Ferencvárost, vagy akár azt a válogatottnak látták játszani, hogy én egyetlen hogy tudok ezzel foglalkozni, hogy tudok lelkesen foglalkozni, mikor az volt a futball, és már az ő ideigben is azt mondták, hogy atya úristen, hol tartunk, mert az aranycsapat volt a futball, és szembesülni azzal, hogy itt van az aranylabda, itt van az aranycipő, hogy itt ugye olimpiai érem, nemzetközi trófea szerepel, akkor az ember tényleg egy picit kicsinek érzi magát a 2000-es évek magyar futballjában, de én azt hiszem, hogy inkább abba kell belekapaszkodni, hogy ez a miénk, persze az Albert családé, meg a Ferencvárosi, de valahol ez a miénk, és hogy látjuk, hogy ide kellene újra eljutni. Most egyébként bármennyire is optimista vagyok, kicsi elképzelhetetlen, hogy ez a közeljövőben sikerül, de van már magyar aranylabda meg aranycipő, úgyhogy ennek mentén kéne, hogy legyen majd valamikor talán egy újabb. Mi azért folyamatos kapcsolatban vagyunk az újságíró válogatottal, és szerintem volt már ilyen rendezvény, ahol együtt léptünk föl. Az esemény súlya igazából az a fontos, hogy együtt emlékezünk egy olyan kimagasló játékosra, és olyan emberre, aki sajnos már nincs közöttünk, viszont olyan fantasztikus örökséggel rendelkezik, amire mi magunk is büszkék lehetünk. Jó dolog az aranycipővel, az aranylabdával fényképezkedni, és büszkék lehetünk, hogy van nekünk egy ilyenünk. Milyen ötletnek tartjátok, hogy ezek az erekék itt vannak kiállítva egy nosztalgia vonaton, ami Albert nevét viseli? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy érték. Különösen azért pont beszéltük a Karcsival, hogy az egyedüli aranylabdás Magyarországon. Az utóbbi 15-20 évben értékelődött fel véleményem szerint ennek a díjnak az ázsiója. Azonban, ha jól emlékszem, 67-ben kapta meg a Flóri bácsi ezt az aranylabdát. 68-ban? Nem tudom, azt hiszem, hogy akkor, mert én a Flórival vagyok egy idős, a fiával, és ha jól emlékszem, egy nyilatkozatában azt hallottam, hogy abban az évben kapta meg az aranylabdát, és amikor megszületett a fia. Úgyhogy valószínűleg a Flóri egyébként 67-es, 68-es vagyok, tehát ez azóta ugye szerintem az ország egyik legszebb olyan díja, ami ugye egy embernek szól, de szerintem az akkori magyar labdarúgásnak, a válogatottnak és a játékosoknak is gondolom sok érdeme volt a csapattársaknak, hogy ez a díj a Flóri bácsihoz kerüljön. Én azt gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék, különösen azért, mert azóta sem kapott sajnos magyar játékos ilyen díjat. Milyen kezdeményezésnek tartjátok azt, hogy létrejött egy ilyen nosztalgia vonat Albert Flórián nevével? Én nagyon-nagyon örülök neki. De jó az ötlet? Természetes. Hát azért örülök, ha nem lenne jó az ötlet, akkor nem örülnék. Mennyit tud ez segíteni a magyar futballon, a magyar futball hírnevének öregbítésén, a Ferencváros hírnevének az öregbítésén, Albert Flórián emlékének az ápolásában? Én azt hiszem, hogy amit most kérdeztél, mondhatom azt, hogy nem hiszem, hogy ezen fog múlni a magyar labdarúgásnak a felemelkedése, a Ferencváros öregbítése. Azra viszont büszkék vagyunk, hogy a Floresnak van egy ilyen lehetősége, hogy körbeutazhatja még egyszer tulajdonképpen, amerre járt. Úgyhogy én nagy örömnek veszem azt, hogy ezt a lehetőséget megteremtették. Most azt hallottam, és amint mondtátok, hogy nem fogtok játszani ma az újságíró csapatban. Hát hogyan fog így győzni a csapat? Hát egyszerűen nélkületek elképzelhetetlen. Elképzelhetetlen, de hajlott korunkra való tekintettel már nem játszunk. A Sanyi az ugyan még szokott, de inkább játékvezető. Egymás között vezeti a mérkőzéseket. Most már van ilyen habja is, felhúzza. És szégyen és gyalázat, látom a VB-n a játékvezetést, és egy ilyen játékvezető itthon van, ahelyett, hogy ki lenne a VB-n. Egyszerűen hihetetlen. És hogyha írni kellene majd a mai nap után, hogyan foglalnád össze a délelőttet?
csodálatos volt, mondanom sem kell. A régi időkre emlékeztetett, amikor még futball volt a világon és Magyarországon. Mit vársz a mai mérkőzéstől, így a kispadról vagy oldalvonalról? Már a lentiről? Mit várjak? Győzedne. Várjál, de ki fog győzni? Hát, Vereshegyháza, vagy pedig a színész újságíró? Abban az esetben, mi ketten játszanánk. Nem lehet, hogy... Így már problémásabb, de ha más nem, megveszük. Megveszük a meccset. Lehet, hogy egyenesen csak 11-es rugásokkal kezdődik. Lerúgjuk, és már nincs is meccs. Várj, csak ne egymás, csak a 11-es. Mert hát a VB-n is voltak olyan meccsek, hogy jobb lett volna, csak a 11-eseket rúgják le. Többit már nem kell megnézni. Most a legutóbbi argentin meccsen is, abban kezdhették volna, és helyezhették volna be. Hát de a foci már csak ilyen. Kis Fradi zászlókat pakolgatsz így hirtelenjében, ahogy nézem, ami nem véletlen. Mentek a vonattal ma? Persze, igen. Azért izgulok, hogy lemaradjunk, mert mindjárt indulnia kell. Remélem, hogy nem indul el nélkülünk. Hogy tetszett az ötlet, hogy legyen apu nevével egy vonat, egy nosztalgia vonat? Ez szerintem tök szuper. Ez megint más, tudod, utazunk a kiállításra, egy csomó minden projektunk van, amivel próbáljuk apa emlékét őrizni, és szerintem ez egy teljesen más dolog. Ez nekem úgy szerintem úgy nagyon bejön, tehát olyan különleges. Tehát hogy azért ritka az, hogy jó, nyilván ez nem egy kiállítás, de azért mégis olyan, mint hogyha egy ilyen miniatűr kiállítás lenne, és szerintem arra pont elég az a néhány kép, amit kitettünk, hogy azért a legfontosabb pillanatok a sportpályafutásából megjelennek itt ebben a vagonban. Megmondom őszintén, az aranylabdát, aranycipőt én is most láttam először, ami számomra egy fantasztikus élmény, pedig azért elég sokat találkoztunk. És az unoka hogy áll a sportolással, illetve a focival? Nem focizok, hanem kézilabda. Kézilabda? Kézilabda. Lesz ezek szerint az Albert dinasztiában egy jó kézilabdás is? Igen.